Ez igazi fegyver? Nem, nem igazi. Katonavak. Ja. De nem! Ott volt gyúvoktatás és vizé. Akkor vakcsöltünk. Gyorsan, gyorsan! Igen! Ez egy mesenke. Ez fonott hajú lányok. Vej, fasisztok! Úgy látszik egy szovjet katonanő, katonanőkből álló kisebb raj elsegítette a román csapatot, azoknak keresőket. Ugye köztudott volt, hogy a szovjeteknél nagyon sok katonanő szolgált. Sam svoju sobaku, fašisti! Давай! Давай! Давай, собака! Эй, фашисто! Látunk, meg is érkezett egy szovjet felderítő jármű. Éppen most előre törnek, hogy meglátják, de nem is sejtik, hogy egy magyar csapat már észrevette őket. Egy magyar 44 mintájú páncéltörővel. Magyarok. Próbálják meg kilőni. Úgy néz ki, hogy a szovjet erőknek sikerült azért ezt a kisebb magyar csapatkát is lefékezni. Ellenállásba, csekély ellenállásba ütköztek. Láthatjuk, a szovjet erők egyből zsákmányolják ugye a fegyvereket, hiszen azért minden zsákmány fegyvernek örültek, nem csak a szovjetek, németek, magyarok, mindenféle egység, mindenféle nemzet. Gulikocsi. Diadalitasan vonulnak tovább. Gulikocsi. Egy Waffen-SS egység, egy motorizált Waffen-SS egység, legtöbbnél zsákmányolt szovjet fegyver, illetve a németek rendszeresített géppisztolya, puskája és gépkarabélya látható. Sebesülteket próbálják menteni, összeszedni. Thank you.
A német kerékpáros motor tesz egy felderítést. Ugyanis látják a frissebesültekből, hogy voltak csekélyharcok, vagy kisebb összecsapások. És éppen ezért teszek egy gyors felderítést, hogy vajon a szovjetek merre vannak, melyik irányba, honnan támadhattak és merre lapulnak. Éppen ezért a németek gyors átszázásba kezdenek, kúszásba, lapulásba. A szakaszparancsnok a jelentést tesztek. Szakaszparancsnok visszavonulásra készíti a lehetségeit. Ugyanis a nagyobb számú szovjet egység közeledik a térségbe. Nem is kicsi. Visszavonultak a németek. De a magyar erők már előbb beérkeztek, egy kisebb magyar csapat. Na megint magyarok? A német egységet próbálják észrevétlenül megközelíteni a szovjet felderítő zsitát, illetve magukat, a szovjet csapatokat, hogy bekerítve megtámadják, illetve felmorzsolják ezt a kisebb szovjet egységet. Hallottuk is a... MG-42-es géppuskával támogatják a gyalogságot. Ugye ez egy elég híres fegyver volt a II. Világháború idején. Sokan becézték, mind a német csapatok, mind az amerikaiak, illetve más nemzetes csapata is Hitler fűrésznek. Ez a géppuska egy elég világhírű konstrukció lett a háború idején. Németek egy pancersággal próbálják kilőni a szovjet jeepet. Ami úgy látszik, hogy sikerült is nekik harcképtelenné tenni, illetve mozgásképtelenné tenni a jeepet. Szovjetek próbálnak ugye fedezéket keresni, hiszen látják, hogy nagy hiába várták a fejszéket. Visszatér a német gépágyú. Ez gyata! Ez jó! Élvezett halva.
kopi. Most elvileg mindegyik a tárcsere. Egységeiknek az előretörését nehezítik a szovjet katonanők közötti mesterlövészek, akik elég sikeresen dolgoztak. Még egy utolsó támadásba rendülni, ami nem csak sikerrel járul. Keret! Gránátot dobjatok! Mert azt látom, hogy volt nálam. Igen, kettő volt nálam, még maradt egy. Magyar és német csapatok foglyokat ejtenek. Ott van magyar. Majd visszahozzák őket az állásba. Hát, hogyha ki tudnak belőle szedni valamilyen haditipkot. Ott vannak annyi. Na. Vannak annyi. Ott vannak annyi. Nem, embernek annyi. Ebben viszont a nővérek! Azok a biztos, hogy nem jöhetik le. Ezek jól látom, hogy ezek gyerekek? Nem. De azok a nővérek gyerekek. A német nővérek segítkeznek a katonáknak a sebesültek elszállításában, és minél előbbi hadikórházba jutásában. Felszedi a tárat! Lövéstől.
Köszönetek mondjanak a közönségnek, hogy újra felléphettek. Magyar csapat is győzött. Magyar. Hogy néz ki a semmit? Magyar az ilyen izébogon, ilyen tavat, olyan ruhában. Na, bár nem látszik, mondom. Kofi, szerinted melyik a magyar? Jó kis kicsik. Köszönjük a szolgélt hagyományozó csapatnak! Köszönjük a német rosszoneszes csapatnak! És köszönjük a magyar királyi csapatnak! Várjál, fehér zászló! Hajrá! 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 Valamelyik hagyományőrző elhagyott egy lakáskulcsot, aminek kék biléta van. Köszönöm, mert nem